Tisztelettel köszöntöm hűséges nézőinket! Önök a Kabai Városi Televízió műsorát látják 2012. december 12-én szerdán. Köszönjük, hogy ma is minket választottak. Igen, jól hallották, a jövőben Kabai Városi Televízió néven működünk tovább. Műsorunk struktúrájának, valamint vizuális arculatának megújításában ez egy újabb komoly előrelépés, ezért kérjük a jövőben e néven, tehát Kabai Városi Televízióként keressenek minket a különböző fórumokon. Például a Facebookon, hiszen immáron a legnépszerűbb közösségi portálon is megtalálnak minket, ahol várjuk észrevételeiket, ugyanakkor ajánljuk magunkat a nézők figyelmébe. Műsorainkat a Kabai Városi Televízió természetesen az interneten is megtalálják, a www.forrastv.hu oldalon külön-külön is megnézhetik az egyes műsor részeket. Megújulási törekvéseink egy másik megnyilvánulásaként debütált vadonatúj főcímünk, újszerű dinamikus képi világa remélhetőleg elnyerte ízlésüket. Az idei évre további meglepetéseket is tartogatunk, de várjuk Önöket a hagyományos időben, szerdán 18 és 19 óra között kábelen, és az ismétléseket vasárnap 18 és 19 óra között tekinthetik meg. Az interneten viszont hétfőtől vasárnapig non-stop megtalálják aktualitásainkat, valamint az archívumban régebbi műsorainkra is rákereshetnek. A tél eleji jeles napok közül Luca napja a legközismertebb, melyhez sok babona, hiedelem és szokás fűződik országszerte. Luca asszony a magyar hiedelem világ rosszindulatú boszorkánya volt. Őseink úgy gondolták, hogy ártó hatalma a neve napján a legnagyobb, ezért december 13-a tilalmi nap volt az asszonyok számára. Nem végezhettek semmilyen munkát, mosást, varrást, takarítást, hiszen minden balul ütött volna ki. A hiedelmek jó része termés, illetve termékenység varázsló, vagy gonosz űző jellegű. Nem volt szabad vendégségbe menni, mert elviszik a szerencsét. Annak érdekében, hogy sok apró jószág legyen, borsót hánytak szét a ház körül. Sokféle szokás volt Luca napján. A nagyobb jószágokat megveregették az úgynevezett Luca ostorral, hogy egészségesek maradjanak. Volt, ahol Luca pogácsát sütöttek, amiből szintén egészségre és halálra jósoltak. Mindenfelé elterjedt szokás volt a Luca szék készítése is, ami szintén babonákkal kapcsolódott össze. A varázserejű bútordarabot 9 vagy 13 féle fából nagy hozzáértéssel és kézügyességgel készítették. Nem lehetett benne vasszög. A munkát Luca napján kezdték, és 13 napon át egészen karácsonyig dolgoztak rajta, minden nap egy kicsit. Erre utal a mondás, lassan készül, mint Luca széke. Úgy tartja a hiedelem, hogy karácsonykor a lucaszékre ráállva a templomban ülő öregasszonyok között meg lehetett találni a boszorkányt. A lányok a Luca cédulák írásával leendő férjük személyére próbáltak következtetni. Luca nap és 13, szerencsével én nem játszom, bal lábbal én föl nem kelek, tűt a kezembe se veszek. Asszony népség kora reggel, a házamban nem vizitel. Ha férfi jön legelőször, áldja meg az Isten ötször. Kedves nézőink, e rövid Luca napi bevezető után nézzük, mit kínálunk a mai napon. Advent második vasárnapján újabb gyertyát gyújtottak a Kabai főtéren, az ünnepi pillanatot pedig újra műsorok kísérték. A kemény küzdősportok versenyzőivel telt meg a kultúriskola csarnoka múlt szombaton, természetesen mi is ott jártunk. Ma már nem divat a disznótor, pedig évtizedekkel ezelőtt a falu hagyományos rendjében a téli hónapok jelentős és várva várt eseménye volt a disznóülés. Ha tehetik, maradjanak velünk!